Üdvözlet mindenkinek itt az infobaba.hu weboldalon. Ezúttal a trans nemű nőkről lesz szó, vagy trans nőkről. Számos témát meg fogunk nézni, az egyik az, hogy a sportban szerepük milyen lehet, hogyan alakítja ez át majd a nőknek a sportját, meg úgy általánosságában véve a sportvilágot. Majd megnézzük, hogy a trans azok menstruálhatnak-e, illetve hogy az ezzel kapcsolatos termékek reklámfilmjeiben és reklámanyagaiban hogyan szerepelnek, ez az, amiről szó lesz ezúttal, mielőtt nekivágnánk. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobaba, illetve Yahoo útja néven, a TikTokon, Instagramon, Youtube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig legjobb valószínűleg, hogy elkezdjük ennél a karakternél, egy új zélandi súlyemelő, a pontosítók súlyemelő nő és Laurel Hubbard néven fut. 43 éves volt 2020-ban, súlyemelő karrierje pedig 2017-ben kezdődött, úgyhogy 15 évet kihagyott és visszatért ugye 2017-ben, 2018-ban pedig már a nemzetközösségi játékokon is részt vett. Mivel az olimpiai bizottság jóváhagyta az ő szereplését, ezért 2020-ban az olimpián is szerepelt és utána 2020-ban ez elképesztődő tényleg Rómában a világkupán aranyérmet nyert a 87 kg-on fölöttiek között <laughs> nem is hiszem el hogy ez a valóság amiben élünk oh, férfiak, nők férfiak, női súlyemelésből versenyeznek ki az aki komolyan azt gondolja oh, úgy áldással, hogy ő súlyemelő volt ez egyszerűen elképesztő tényleg a következő CC Treffler, is nőként versenyez. A lényeg itt talán csak annyi, amit kiemelnék, hogy 2016-ban 390. volt a férfi ranglistán egyetemi atlétikai csapatban, 2019-ben nőként egyetemi bajnok lett 400 gáton. 390. volt a férfi ranglistán, és nőként három évvel később már bajnok lett gáton. De ki is gondolja azt, hogy ez valaha egyenlő, egyenlő küzdelem lesz férfiak és nők között. Ezek az eredmények csak egyértelműen magukért beszélnek. De itt még nincs is vége az őrületnek, ez most gbnews.uk arról számolnak be, hogy mekkora ellenállásba ütközik különösen a nők részéről az a tény, hogy transznők, az a tény, mi szerint transznők különféle menstruációval kapcsolatos termékek reklámjáért kompenzációt kapnak, illetve abban szerepelnek, mint például itt is láthatjuk. A tampongyártók ugyanis befogadóbbak, inkluzívabbak szeretnének lenni, ezért transznőket is szerepeltetnek már a reklámjaikban. Most azt gondolom, nem kell senkinek elmagyaráznom, hogy ez egy férfi, tehát neki soha nem lesz menstruációval kapcsolatos problémája. Elnek ellenére a világban most ott tartunk, hogy ő az, aki reklámozza ezeket a termékeket. Hanem ő életét most már úgy éli, mint egy kislány, és ebből gyakorlatilag odáig jutott, hogy meglátogathatta és beszélhetett Joe Bidennel a Fehérházban, Amerikában. Egész véletlenül a 222. napon látogatja meg Joe biden a Fehérházban. 222. napja ez ugye az ő naplójának így érti ezt, és elmondja ebben a rövid videóban, hogy mennyire izgatott, hogy végle találkozott az elnökkel. My name is Dylan Mulvaney. I am a trans woman and I am documenting my transition publicly on TikTok for the world to see. When people started watching and the numbers kept getting higher, I realized quickly how public my transition would be. Of course, I knew that there would be backlash and negativity. I try to not let the internet's words hurt me or my spirit. But do you know what does hurt? Seeing people in power and authority figures creating laws and bills that are actively trying to harm us trans humans. Vajon mit gondolnának erről 100-200 évvel ezelőtt az emberek, hogyha azt látnák, hogy a technológiai fejlődésnek a csúcsán az emberiség ilyenekkel foglalkozik, hogy egy férfi kislánként éli az életét, és mi tőle kérünk tanácsot? Hogyha visszamennénk, visszautaznánk az időbe, nem is tudom, hogy hogy az, ne, nem azon nevetek így rajta, hanem remélem más is érzi ennek a komikus élét ennek az egésznek. Egyszerűen csak felfoghatatlan számomra, hogy miknek kellett történnie a történelem során ahhoz, hogy mi idáig jussunk, hogy ez, ez elfogadott legyen, és olyan szinten elfogadott legyen, hogy a Fehér Házban és a televízióban ezt közvetít. Ez valahogy nagyon-nagyon nehéz számomra feldolgozni, hogy a történéseknek milyen sorozata vezetett el odáig, hogy, hogy mi most itt tartok.